Első találkozásom guruval. 1997-ben találkoztam először guruval. Németországba, Augsburgba utaztunk, ahol guru békekoncertet adott, és több találkozó is volt a tanítványokkal. A koncert előtt megkerestem a hátsó bejáratot, ahol valószínűsítettem, hogy guru meg fog érkezni, és ott sétálgattam a közelben, hogy elkapjam a pillanatot. Jött is nem sokára egy autó, és valóban guru szállt ki belőle. Különös volt megpillantani őt, akivel már belsőleg egy erős kapcsolatot éreztem, de külsőleg még nem találkoztunk. Mindössze annyit láttam, hogy kiszáll a kocsiból, és bemegy a koncertterem hátsó bejáratán. Viszont már ez az első rövid találkozás is felvillanyozott, és nagyon vártam a koncertet. Guru mindig díjtalanul tartotta a koncertjeit, és erre az augsburgi eseményre is sok kereső eljött, így első körben mi tanítványok többen be se fértünk, kint kellett várakozni. Tudtuk, a koncert már elkezdődött, és egyre jobban beszerettünk volna jutni valahogy. Aztán kb. 10-15 perc elteltével szóltak, hogy aki még nem látta gurut, az bejöhet a koncertre, mert úgy néz ki, annyi hely mégiscsak lesz. Nekem több se kellett. Sietősen elindultam a feleségemmel a bejárat felé, és végül mindketten bejutottunk. Egész hátul kaptunk helyet, a mester már játszott a kedvenc hangszerén, az eszrágyon. Kék dótit viselt, figyeltem, ahogy játszik, de sajnos messze kaptunk helyet ahhoz, hogy bármit jól ki lehessen venni. Mivel ez volt a helyzet, lehunytam a szemem, és belsőleg követtem a koncertet, miközben igyekeztem meditálni. És akkor ott megéreztem. A terem tele volt békével, fénnyel, egy isteni atmoszférával. Teljesen tapintható volt, és mindent áthatott. Azt éreztem, hogy a lényeg nem is annyira kívül volt, hanem belül. A zene és a tudat, ami erőteljesen betöltötte az egész koncerttermet, és átitatta a hallgatóság tagjait, magával ragadott engem is. Igazán felemelő érzés volt. Béke mindenütt. Ezen a koncerten láttam gurut először fizikailag, ami különleges élmény volt. A légkör és a kisugárzás, amit hordozott és közvetített, felülírta az ember gondolat és érzésvilágát, lecsendesítette azt. Békével és fénnyel töltötte meg az ember lényét. Ez egy valódi guru ismérve. A közelében lecsendesedsz. Nem kell, hogy szóljon hozzád, hogy beszéljen veled. A csendes jelenléte és isteni tudata békével tölti fel az embert tetőtől talpig.